A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereskedelmi és iparkamarában a helyi autószerelő vállalkozások működését érintő hétköznapi problémákról tartott vállalkozói fórumon többek között az is kiderült, hogy miben változtak a megyei kormányhivatalok, a gazdasági versenyhivatal, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal iparágat érintő ellenőrzési tevékenységei. Mi a legális vállalkozókat képviseljük és a tagjainkat, és nekünk ez a kötelességünk. Javult az elmúlt időszakban a fekete gazdaságnak ezen része. Én talán azt tenném mondani, hogy a gazdasági versenyhivatalnak a jogosultságai megváltoztak, és egyéb más dolgok. A megyei kormányhivataloknak megerősödött a tevékenységük, sokkal hatásosabb az ellenőrzés, meg egyéb. Sajnos nem nagyon érződik a közúton az ellenőrzés, tehát az egy külön problémakör. És én 2 év és 3 hónap ezelőtt ebben a helyiségben én tartottam egy előadást. Akkor ígéretek hangzott el, nagyon sok ígéret ebbe a helyiségbe. Úgy gondolom, hogy én kötelességemnek éreztem, hogy eljövök egy előadást most tartani, hogy mi az, amit a mi szervezetünk, a mi tagjainknak tudott biztosítani ezt a 2 év alatt. Az autóipari szakképzésben országszerte 26 intézményben megközelítőleg 600 hallgató tanul a kétszintű szakmunkás technikus képzéseken. Több probléma van ezen a téren, hogy a szakmai képzésnek milyen gátjai vannak a mi szakmánkban. Hát szeretnék egyet-kettőt megemlíteni. Az egyik talán az, hogy magába a oktatás struktúrájában, amit elő van írva, azt nagyon kevés vállalkozó tudja teljesíteni, tehát ezért a vállalkozóknál elég kevés tanuló van kihelyezve, főleg az iskolákban vannak. Az iskolák jobban azt a területet át tudják látni, és el tudják látni eszközzel, oktatóval, mindennel, amit igazából követel tőlük a mostani szakképzés. A megváltozott szabályozás szerint már a második szakképzés is ingyenes. A képzésben résztvevők tanuló szerződéssel helyezhetők ki vállalkozásokhoz gyakorlati oktatásra, ahol a minimálbér 15%-át kereshetik meg.